Oltási akció hét második hetének végén járunk, és körülbelül közel egy millió oltást adtak be Magyarországon. Tőlünk nyugatra és kör, környezetünkben zárnak, több helyen kötelezővé tennék az oltást, Magyarországon pedig megkönnyítették az oltás felvételét. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Hogyan értékeli a kormány ezt az eredményt? Tiszteletel köszöntöm a hallgatókat a számok magukért beszélnek. Az elmúlt két hétben az oltópontokon, tegnap estig, ezek a ma hajnali összesített adatok, amiket mondok, egy millió oltást adtunk be. Ebből az egy millió oltásból 800 ezer megerősítő, vagyis harmadik oltás volt, és 115 ezer volt az első oltás. Az azt jelenti, hogy 115 ezer ember, aki eddig valamilyen rejtélyes okból nem oltatta be magát, most mégis úgy döntött, hogy felveszi az oltást. Az elmúlt két hétben Magyarországon a biztonság, az emberek biztonsága az oltásoknak köszönhetően jelentős mértékben nőtt. A harmadik oltás tekintetében pedig egészen száguldunk, vagy vágtatunk, jól állunk. 2 millió 600 ezernél vagyunk. Ez a lakosság 27%-a, ők fölvették már a harmadik oltást. Az uniós átlag az 10% körül van. Legutóbb az operatív törzsön megnézték, hogy az első és második oltás hatékonysága mikor kezd csökkenni. Az most a közbölcsesség, hogy 6 hónap után ez bekövetkezik. De a harmadik oltása, a védettségi szint az ismét 90% fölé emelhető. Azt is megnéztük, hogy ki mikor oltatta be magát, tehát látjuk, hogy milyen ütemben veszítik el a beoltott emberek a védettségüket az oltás hatékonyságának 6 hat hónap után kezdődő csökkenése miatt. És ezért megindítottuk ezt az oltási hetet, sőt, újabb döntéseket hoztunk azt gondolja az operatív törzs, magam is osztozom ebben, hogy a legnagyobb ajándék, amit idén egymásnak adhatunk, meg a szeretteinknek, az az, hogyha beoltjuk egymást, tehát egy újabb akciót fogunk indítani. Az akciópontok felállítása, amiről szó volt a kormányzó vívői tájékoztatón, az nem jelent túl nagy terhet az egészségügyre, vagy ezt igyekszenek úgy megoldani, hogy legyen segítség? Hát, hogy túl nagyot jelent, azt nem tudom, hogy nagyot az biztos, de eddig a, tehát eddig fantasztikusan küzdött mindenki, tehát a, az orvosok, az ápolónők, a házi orvosok, a besegítő rendőrök, katonák, a védekezés szervező államigazgatási emberek, tehát eddig mindenki jó küzdött, tehát nagy teher volt rajtuk, de nem volt túl nagy, mert ha túl nagy lett volna, akkor összeroppantak volna. De nem roppantak össze, sőt fordítva, ugye a magyar egészségügyi kapacitás az jól állja a sarat, Ausztriában például azért kell bezárni, mert egy ilyen vírusjárvány esetén az ellátásra bevonható ágyaknak a száma az jóval kisebb, mint Magyarországon, vagyis a kórházi ellátási kapacitás az gyengébb, mint Magyarországon. Jól állja a sarata magyar egészségügy. Ez részben azt jelenti, hogy jól felszereltük technikailag a kórházainkat, de másfelől azt jelenti, hogy fantasztikus, kiváló, az esküjüket komolyan bevő emberek szolgálnak a kórházainkban. No, tehát amit most tervezünk, az az, hogy a kormány mindenkit meg fog keresni személyesen. Nem kell megijedni, tehát nem fogunk rájuk törni és bekopogtatni minden ajtót, erről azért nincsen szó, hanem a digitalizáció segítségével most már tudunk jelentkezni e-mailben, SMS-ben, meg levélben is. És akinek lejár a védettség ideje, vagy úgy gondoljuk, hogy most már az ő oltása, amit korábban fölvett, elgyengült, őt értesíteni fogjuk, hogy ez bekövetkezett. Hát nagyon sok ember van, aki nem tudja, azt hiszi, hogy két oltást kapott, és nem tudja, hogy ez nem örök életre szól, hanem a tudomány mostani állása szerint a hatodik hónap után a hatás, a védettség foka az csökken. Ezért figyelmeztetni fogjuk őket erre a tényre, hogy ez bekövetkezik náluk, és megkérjük őket, hogy vegyék fel a harmadik oltást, és a következő másfél hónapban minden településen, tehát minden településen oltási akciónapokat szervezünk, és erről személyesen mindenkit értesíteni fogunk. Azt várom, hogy ettől a harmadik oltást felvevők száma az rakétasebességgel növekszik majd. A pedagógus szakszervezet attól tart, hogy tanárhiány lesz, hogyha lesznek, mert pedig állítólag vannak olyan pedagógusok, akik nem akarják fölvenni az oltást. Ettől nem tartanak? A számok mit mutatnak? Hát mi, pedag persze a pedagógus hiány az nem kellemes dolog, de ha a gyerekeink megbetegednek, és komolyan betegednek, meg az még sokkal nagyobb baj, mert fontosak persze a pedagógusok, de legfontosabbak mégis a gyerekeink. És az a tiszteleteljes kérésünk van a pedagógusokhoz, hogy ezt, hogy ezt értsék meg, vagy fogadják el, hogy nekünk szülőknek a gyerek a legfontosabb. És azt szeretnénk, hogy akik foglalkoznak a gyerekeinkkel, nekik is a gyerekeink legyenek a legfontosabbak. És egy ilyen helyzetben arra kérjük őket, hogy vegyék fel a harmadik oltást, vagy ha a harmadikat nem is, mert még nem tartanak ott, akkor vegyék fel az elsőt, meg a másodikat. Tehát én úgy érzem, hogy a szülők részéről kellő tisztelettel, de mégis egy jogos elvárás a pedagógusaink felé, hogyha gyerekeinkkel foglalkoznak, akkor tegyenek meg ők is mindent a mi gyerekeink egészsége érdekében, vagyis tegyék meg azt, hogy felveszik az oltást. Itt egy újabb variáns. Az embernek van egy déjà vu érzése, mert tavaly ilyenkor a brit mutánstól féltünk nagyon, és ugye azért volt lezárás például Nagy-Britanniában is. Most ugye megosztanak a vélemények, és nagyon reméljük, hogy azoknak lesz igaza, akik azt mondják, hogy nem kell megijedni, mert bár gyorsan fertőz ez az Omikron, de nem okoz olyan súlyos tüneteket. De mégis, mintha ugyanaz a helyzet ismétlődne, mint egy évvel ezelőtt. Nem gondolja? Nem merek orvos szakmai kérdésekben itt biztos álláspontot elfoglalni, mert a orvosokkal való konzultációkban, meg a járványi szakemberekkel való beszélgetésben is érzem a tudományos vagy szakmai bizonytalanságot. Tehát annak a kérdésnek a megítélése, hogy ez az új dolog, ez az új variáns, amit Omikronnak neveznek, ez most mennyivel veszélyesebb, mint a korábbi, mennyivel terjed gyorsabban, nagyobb bajt okoz-e, vagy csak gyorsabban terjed, ezekben a kérdésekben nincs a tudományos közösségnek általánosan elfogadott álláspontja. Hallok ilyet, hallok olyat, amikor beszámoltatom a minisztert, akkor ő, ő, rendszeresen a nemzetközi tudományos eredményekről is tájékoztatja a kormányt, és látjuk azokat a vitákat, amelyek fennállnak. Szerintem az ilyet, amit most merek mondani az az, hogy az első egy-két nap ilyetsége az úgy tűnik nagyobb volt, mint ami indok, mint amit egyébként ennek az új variánsnak a, az ereje indokolt volna, de hát aki egyszer megégette a száját forró tejjel, az a hideg vizet is fújva vissza. Tehát mi is így vagyunk, jobb az óvatosság. A parlamentben megszavazta a többség, természetesen úgy, hogy a, az ellenzék fölállt és nem vett részt a szavazáson, a gyermekvédelmi népszavazást. Ugyanakkor az teljesen nyilvánvaló, hogy ö, az Európai Bizottság a kezdetektől fogva ö, tiltakozik ez a törvény ellen. Nem tartja furcsának azt, hogy a Velencei Bizottság nem tartotta jogi értelemben összeegyeztethetetlennek ezt a jogszabályt a közösségi joggal, az Európai Bizottság pedig folyamatosan támadja ezért a magyar kormányt. Valóban van itt egy lögdösődés, keszekusza zavarosság, hogy melyik nemzetközi szervezet mit mond erről, de így, hogy ketten vagyunk bevallom, önnek ez engem egyáltalán nem érdekel. Mondhatnak, amit akarnak. És nem hiszem, hogy én vagyok ezzel egyedül így Magyarországon a saját gyerekeink nevelése ügyében nekünk megvan a magunk véleménye. Nem szeretném, ha a Velencei Bizottság, az Európai Bizottság, vagy akárki beleszólna abba, hogy mi magyarok, és én személy szerint is például, vagy éppen ön, hogyan nevelik, neveljük a gyermekeinket. Úgyhogy inkább a saját eszünk után kell menni. És itt kell néhány egyszerű dolgot rögzíteni, hogy az ember ebben a nemzetközi vitában eligazodjék. Én fontosnak tartom, hogy a gyerekeim azok magyarok legyenek, fontosnak tartom azt, hogy ne csak én gondoljam ezt így, hanem minél több magyar úgy vélekedjen, hogy fontos, hogy a gyerekei magyarok legyenek, vigyék tovább a kultúránkat, és azt akarjuk, hogy a jövőben is magyarok éljenek Magyarországon. Ez a kiindulópont. Ha ezt elfoglaltuk innentől, már mindegy, ki mit mond, mert ezt a pozíciót fogjuk védeni. És szerintem nekünk jogunk van ahhoz, hogy így gondolkodjunk a saját életünkről, a gyerekeink életéről, meg így gondolkodjuk a hazánkról. És ha így gondolkodunk, akkor meg is kell védeni ezeket az álláspontokat. Van <kül> Nyugat-Európában egy én őrületnek mondom, nem akarok senkit sem megsérteni, de van egy, van egy hullám, amely egész egyszerűen nem tartja tiszteletben a szülőknek azt a jogát, hogy a gyermekek nevelése, emberi, emberré nevelése, ideértve a szexuális nevelés kérdését is, az a szülőknek a kizárólagos joga. Tehát nem fordulhat elő, hogy elküldjük a gyerekeinket az iskolába, kötelező iskolába ráadásul, tehát Magyarországon kötelező elküldenünk a gyermekeket a, a, az oktatásba. És akkor ott mindenfajta aktivisták az élet fontos kérdéseiről, például, hogy hogyan kell belenőni a szexuális nagykorúságba, mindenfajta eszméket, ide, ideákat és ötleteket, meg életmódokat népszerűsítenek, amivel én, mint szülő, egyáltalán nem értek egyet. Tehát azt hiszem, hogy ez a szülőknek a joga, a saját gyermekeink neveléséhez való joga ezekben a kérdésekben minden mást megelőz. Brüsszelt, Velencei Bizottságot, meg, meg, meg az egész miskulanciát itt a nemzetközi politikában. Itt egész egyszerűen ki kell állnunk a saját gyerekeink védelme mellett, ki is fogunk állni, ezért is lesz Magyarországon népszavazás, mert óriási nyomás alatt vagyunk. Ezt valószínűleg most, hogy itt küzdködünk a a járványjal, meg az energiaválsággal, meg a rezsiharcot vívunk, ez leköti az embereknek a politikai figyelmét, de valahol azért ezek mögött a kérdések mögött zajlik, és talán jó, hogyha ezt mindenki tudja Magyarországon, zajlik egy másik, a jövőnk, a hosszabb távú jövőnkről szóló elkeseredett küzdelem a gyermekeink lelkéért, gondolkodásmódjáért, vagyis a jövőért. És nem tud a kormány, bármit is teszünk, nem tudja a kormány megvédeni egyedül a magyarok érdekét, csak akkor, hogyha a magyarok felsorakoznak, és együtt védjük meg Magyarország érdekét. Ezért van szükség népszavazás. Egyszer bevált, mert ugyanilyen súlyú, a jövőnket meghatározó nagy úgy a bevándorlás is. Az egyszer bevált, amikor Brüsszelből már szinte legyűrtek bennünket, akkor egy népszavazással a pozíciónkat megerősítettük, és mind a mai napig láthatja, hogy semmilyen kötelező kvóta, vagy idegenek ide való betelepítése nem vált lehetségesé. Azért, mert Magyarország egy népszavazással, az emberek segítségével megvédte magát. Most ugyanezt kell tennünk. Vagy ezt javaslom legalábbis a, a magyar embereknek, hogy tegyük ugyanezt most a gyermekeink jövője érdekében. Lehet, hogy sok szülő egyetért önnel, de mi lesz, ha megvonják tőlünk a pénzt? Hiszen nyár óta, eh, nem képes Brüsszel aláírni azt a tervet, amit Magyarország benyújtott. A helyzet az, hogy valóban zsarolnak bennünket, de ami jár, az jár. Mi tagjai vagyunk az Európai Uniónak, mi oda befizetjük a bennünket terhelő összegeket a gazdaságunkat az egységes európai piac részévé tettük, tehát beengedjük ide a külföldieket, befektetőként is és kereskedőként is. Jogaink vannak, a pénz az nekünk jár, és azt meg is, fog, ki is fogjuk szorítani belőlük. Tehát én nekem nincs kétség van felől, hogy azt a jogtalanságot, hogy pénzügyi eszközökkel zsarolnak bennünket, hosszabb távon nem lehet föntartani. Ezt a vitát meg fogjuk nyerni, a pénzek ide fognak érkezni, addig is egyébként a költségvetés megelőlegezi őket, tehát a gazdaság fejlődésében törés nem lesz. De ki kell tartani, ez egy, ez egy ideg játék is. A másik oldal fenyeget, túlsúly, tehát túlerőben vannak, nem kétséges, de megvannak a korlátaik, nem enged meg maguknak akármit, és ha mi magyarok kitartunk, akkor épp úgy, mint a bevándorlásban, a gyerekeink nevelésének az ügyében is győzni fogunk. De hogyha elindíthatják a jogállamisági eljárást, akkor ez nem módosulhat? Hát most az uniós tanácsnak ugye az Európai Bíróságon azt mondta, hogy el kell utasítani Magyarország és Lengyelország kérvényét, és igenis, hogyha bizonyos feltételek nem teljesülnek, akkor megvonhatják tőlünk a pénzt. Igen, de majd mi jól fogjuk tenni a dolgunkat, és a szükséges feltételeket teljesíteni fogjuk eddig is teljesítettük, a zsarolásnak nincsen meg a ténybeli alapja, tehát meg fogjuk védeni a magyar pozíciókat gazdasági pénzügyi kérdésekben is. Na de a magyar ellenzék is azt mondja, és a baloldali miniszterelnök előtt is azt mondja, hogy tulajdonképpen ez az LMBTQ probléma, ez Magyarországon nem is probléma, nálunk még óvodások nem akarnak a szülő beleegyezése nélkül nemet váltani. Hát mert majd tiltja a törvény. Hát azért Magyarország egy normális ország, tehát ebben a pillanatban azok a szabályok, amelyekkel rendelkezünk, azok lehetőséget adnak a kormánynak arra, hogy megvédje az iskolába járó gyerekeinket, meg ódába járó gyerekeinket. De a nyomás, hogy ezt változtassuk meg, az óriási. Hát ha nem lenne ez az ügy fontos, akkor az Európai Unió egészen a pénzügyi zsarolást is ideértve nem akarna bennünket rávenni, hogy a gyermekvédelmi törvényt helyezzük hatályon kívül. Hát ha ez nem egy fontos ügy, akkor miért zsarol bennünket az Európai Unió? Ha ennek nincsen jelentősége, akkor Brüsszel miért akarja rákényszeríteni a magyarokat, hogy egy gyermekvédelmi törvényt helyezzünk hatályon kívül? Hát azért, mert fontos, igenis fontos, terveik vannak Magyarországgal, azt a nyugat-európai kultúrát, amely beengedi. Az iskolákba az úgynevezett LMBTQ aktivistákat, azt elvárják tőlünk is, mi ennek állunk ellen. Tehát mi nem támadtunk meg senkit. Mi nem akarjuk megmondani Brüsszelnek, hogy hogy neveljék Brüsszelbe a gyerekeket, vagy éppen Berlinbe. Mi csak azt a jogunkat védjük, hogy mi mondjuk meg, hogy itt ez hogyan történjen, ez nemzeti hatáskör. De ők egy nagyon fontos törvényt, amely kijelöli a gyermekek nevelésének magyarországi útját, módját és határait, ezt a törvényt ők el akarják tőlünk venni. Arra akarnak bennünket rákényszeríteni, ezt a törvényt helyezzük hatájon kívül. Ez egy fontos, hogyha nem volna fontos, akkor Brüsszel nem csinálna ekkor a balhét belőle. Tehát a magyar a lekicsinlő véleményét éppen a brüsszeli támadás és nyomásgyakorlás súlya cáfolja. De ezzel megpróbálnak beavatkozni a következő évi magyar parlamenti választásba? De ez egy választás, az nem egy uh, délutáni kiruccanás, uh, vagy egy kávéházi összejövetel, hanem egy komoly dolog. Egy választás arról szól, hogy mi lesz velünk mi lesz a következő években a jövőnkkel, milyen lesz az. És persze, hogy be akarnak avatkozni, hiszen ők azt szeretnék, hogy a következő négy évben Brüsszel bevándorlás kérdésben, energiáremelés kérdésben, vagy éppen a gyermekeink nevelésének a kérdésében akadálytalanul tudja érvényesíteni a szándékait. Ma nem tudja, mert Magyarországnak nemzeti kormánya van, megvédjük a nemzeti érdekeinket, ott, ahol megfelel valami a magyarok érdekének, ott együttműködünk Brüsszelel, ott, ahol meg olyasmit akarnak, ami nem jó a magyaroknak, ott meg ellenállunk. Eztől elszoktak ott Brüsszelbe, olyan kormányt akarnak Magyarországon, amely csak annyit mond a brüsszeli igényekre, hogy javol. De a mi kormányunk nem ilyen kormány, ez egy magyar kormány, és mi eldöntjük, hogy mi az, amivel egyetértünk, mivel nem, ami jó a magyaroknak átveszük, ami nem jó, ott pedig a saját utunkat járjuk. Említette az energiaárakat, hogy itt is vita van Brüsszellel, és a baloldal szeretné a piac törvényei által meghatározottnak látni az energiaárakat, akár a gáz, akár a villanyárát. De Magyarország nem állt meg itt, hogy az állampolgárainak biztosítja a hatóságjárat, hanem azt mondta, hogy lehet lehetőséget ad a kisvállalkozóknak és a bizonyos önkormányzatoknak is erre. Erre hogyan lesz pénz? Hát ezt az energiaszolgáltatóknak ki kell fizetniük, hogyha ilyen brutálisan tetszik engem kérdezni, akkor ilyen egyszerű választ kell adnom, valakinek ezt a veszteséget le kell nyelni. Az én álláspontom az, hogy amikor jól mennek a dolgok, akkor ezek a hatalmas nagy nemzetközi cégek nagyon sok pénzt keresnek, de van, amikor nem mennek jól a dolgok, akkor pedig fedezni kell a veszteséget. Az, hogy ezt áthárítják a magyarokra, ez nem lehetséges. Lehet, hogy ilyen politikát Brüsszelben, meg Európa más országaiban lehet folytatni, de 2012-13 óta, mióta a nemzeti kormány a rezsicsökkentéses csatáját megvívta és megnyerte Brüsszelben egyébként, tehát kiderült, hogy jogunk van egy olyan árszabályozáshoz, mint amit bevezettünk, azóta Magyarországon az ilyen típusú veszteséget azt a nagy nemzetközi cégeknek kell viselniük, hiszen ennek többszörösen megkeresték már a, a profitját. Na most a kormány valóban döntött szerdán arról, és ez nem volt egy egyszerű döntés, mert 33 ezer kis vállalkozóról beszélünk, hogy a kedvezőbb energia árkategóriába soroljuk be, illetve lehetővé tesszük, hogy ezek a vállalkozások belépjenek egy kedvezőbb árkategóriájú Energiaellátási díszabásba a következő időszakban. Ha a szerződéseik egyébként nem kötelezték el őket más irányba, vagyis nem kötöttek hosszabb távú szerződéseket, mert az egy másik eset, de akik még ilyet nem kötöttek, azok beléphetnek abban az esetben ebbe az új és kedvezőbb árrendszerbe, hogyha nem alkalmazok több embert, mint tizet illetve hogyha az árbevételük a 4 milliárd forintot nem haladja meg. Tehát azok a kisvállalkozások, akik 10 főt alkalmaznak, vagy annál kevesebbet, és 4 milliárdnál kevesebb árbevétel rendelkeznek, jelentkezhetnek egy kedvezőbb díszabású új energia áramrendszerbe. Ennek költségei vannak az igazság az, hogy nem csak a nagy nemzetközi cégeknek kell ezt lenyelni, hanem van nagy magyar állami cég is, a magyar vilamos művek, amelynek bizony ebből a veszteségből valamennyit el kell majd könyvelnie. Gondoskodunk is arról egyébként, hogy a villamos művek jól működjön Magyarországon, ez egy, az egyik legnagyobb cége Magyarországnak, az energiaellátásért viselendő felelősség nagy része az ő vállát nyomja, Eddig helytált, remélem a jövőben is így lesz. Megnéztük a szerdai kormányülésen a nemzetközi ár összefüggéseket, és azt látom, hogy a villamos energiáért meg a gázért a legkevesebbet, vagy második legkevesebbet Magyarországon kell fizetni. A bécsi árak azok kétszer, a berlini árak pedig három és félszer akkorák, mint a budapestiek. Gáz esetében Bécsben háromszor annyit fizetnek, mint a magyarok, Stockholmban meg nyolcszor annyit. És rögzítettük ugye a üzemanyag árát is 480 forintban, ez is jelent védettséget. Egész Európában nagy energiaválság ez inflációt gerjeszt, ez Magyarországon is így van, de azzal, hogy 480 forintban maximáltuk a benzin árát, a, ezzel az inflációt is fékezni tudjuk. Most az a vita, amit ön idéz, hogy a baloldal és közöttünk van egy vita, hogy a piac vagy a, az állam határozza meg az ár, az, az áram, illetve az energia árát, ez egy nagyon elegáns megfogalmazás. Mert ha ezt viszont a egyszerű magyar nyelven mondom, az azt jelenti, hogy mi azt akarjuk, hogy az emberek kevesebbet fizessenek az áramért, a gázért, meg a benzinért. A baloldal meg azt akarja, hogy az emberek fizessenek többet a gázért, az áramért, meg a benzinért. Tehát persze szép ez a piac, meg szabályozási elvi vita, de a valóság, amikor ön fizet, az arról szól, hogy a mi álláspontunk szerint az a jó, ha ön kevesebbet fizet, a baloldal meg azt mondja, hogy az volna helyes, ha ön többet fizetne. Ez a az zajlik hosszú-hosszú évek óta Magyarországon, az egész baloldal ebben egységes, és az a nyilvánosság előtt sem leplezik, vagy titkolják el az álláspontjukat, ez bizonyos szempontból hogy méltányolandó, mert így legalább tudjuk, hogy hányadán is állunk egymással. Mi a véleménye arról, hogy a főváros és hódmezővásárhely is beszállna az úgynevezett néphűítésbe, mert hogy ők is igényelték az olcsóbb rezsikategóriádba való belépést, mint önkormányzat? Hát amikor egy önkormányzatról gondolkodunk, sosem a vezetőkre kell csak gondolni, hanem az ott élő emberekre. Szerintem a budapestieknek is, meg a hódmezővásárhelyieknek is az a jó, ha az emberek kevesebbet fizetnek az áramért, meg a gázért. Ennek a lehetőségét a kormány kinyitotta. Az önkormányzatok is, úgy mint a kisvállalkozók, az önkormányzatok is be tudnak lépni egy kedvező bárfekvésű elszámolási rendszerbe. Örülünk, ha segíthetünk. Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.